Sziasztok fiúk, lányok, Csonti vagyok, ez pedig első látásra az X4 Foundations, ami valami irdatlanul masszív űrhajó szimulátor sandbox játék. Ebben a videóban meg se kísérlem teljesen töviről hegyire elmagyarázni vagy bemutatni a játékot, mert akkor valószínűleg ez egy ilyen 8 órás videó lenne, illetve én sem vagyok még tisztában vele mindennel, de azért megpróbálom itt nagyjából elmondani, hogy miről van szó. Alaphelyzetben van egy űrhajónk, azzal járjuk a galaxist, küldizgetünk, pénzt farmolunk, kereskedünk. Harcolunk. Miután elegendő pénzünk van, ezt az űrhajót fejleszthetjük, vagy pedig más űrhajókat is megvásárolhatunk, nagyobbakat, jobbakat, amikkel ugyanezt csinálhatjuk, csak kicsit hatékonyabban. Aztán, ha még ennél is több pénzünk van, akkor pedig még űrhajókat vásárolunk, amiben legénységet toborzunk, és utána ezeket a feladatokat velük elvégeztethetjük, és automatikusan úgymond delegáljuk a pénzformolást nekik, vagy talán teljesen automatizálhatjuk is ha már elég űrhajónk van, akkor gyakorlatilag elegendő pénz fog bedölni nekünk ahhoz, hogy egy külön flottát létesítsünk, amikkel gyakorlatilag automatizáltan ugyan ezt csináltathatjuk, hogy aztán még nagyobb, még fejlettebb űrhajókat vásároljunk, vagy akár egész űrbázisokat építhessünk, és mondanom sem kell, hogy itt látjátok, ahogy járkálok ezen az űrbázison, az űrbázisokra be tudunk repülni, ki tudunk szállni, és ugyanez igaz az űrhajókra is, az összes űrhajóra fel tudunk szállni, és járni velük a galaxis, akár úgy is, hogy nem is mi vezetjük azt, szóval imádom a játékot. Egy dolog van, amivel jobb, ha mindenki tisztában van, hogy a játékot kiadó Egosoft az híres, vagy inkább hírhet arról, hogy elég sok bug van a játékban, és ez alól ez a játék sem kivétel sajnos, de azért én ilyen nagyon durva hibákkal nem találkoztam, amit azért ki kell emelnem az az, hogy a játéknak a teljesítménye, tehát nagyon izzasztja a gépet, mert szerintem nincsen eléggé jól optimalizálva. A másik dolog, hogy lehetnek kisebb-nagyobb hibák, elsősorban akkor, amikor már az NPC-k vezérlik az űrhajókat, hogy így neki mehetnek dolgoknak, mert nem veszik észre őket, és akkor gyakorlatilag így keresztül klippelnek rajtuk szép fokozat. De ilyenkor hát nem sérülnek az űrhajók, meg még ki tudja, hány ilyen kisebb, nagyobb hiba, de én mondom, nem találkoztam ilyen game-breaking hibával de ez mondjuk csak én vagyok, de dolgoznak rajta, tehát masszívan javítják. Amit viszont láthatunk, hogy így az elmondások alapján is sokkal-sokkal pozitívabb a megítélés a játéknak, mint az előző X3 Rebirthnek, tehát hogy nem egy akkora bugfest, mint az a játék. És tényleg nagyon-nagyon drukkolok neki, hogy ezeket a hibákat javítani tudják. Na jó, hát én nem veszek tőled semmit, barátom. Na jó, akkor szerintem kezdjük el a dolgokat azzal, hogy én itt most itt itt vagyok ezen az űrállomáson, ahol nincsen egyetlen egy űrhajóm, mert elküldtem őket dolgozni, úgyhogy majd mindjárt vagy ide rendelünk valakit, vagy építünk űrhajókat, amikkel majd elmehetünk, és szerintem ez fog történni. Na most behozom én itt a csillagtérképet az M betűvel, nagyon sok mindent fogtok látni a képernyőn, nem biztos, hogy érteni fogjátok, de azért a lényeget próbálom elmondani. Tehát, hogy ez itt a térkép, ami az, azokat a szektorokat mutatja, amiket már így felfedeztem, vagy ahol jártam, megfordultam, és ezek így folyamatosan fedik föl magukat. Bocsánat, ezek a kis képernyők mindig be fognak pofátlankodni de középre, ez nem, nem jöttem még rá, hogy ezt hogy lehet kikapcsolni automatikusan, hogy ne jöjjön be, de ez, ezek így itt lesznek ez mindig azt mutatja, hogy az aktuális kijelölt helyen, amit így látunk, itt most 136 űrállomást vesz figyelembe a játék, a legfontosabb nyersanyagokat mennyiért veszik, ez a kék rész, és mekkora igény van rá, illetve, hogy mennyiért árulnak el bizonyos dolgokat. Tehát, hogy az energiacellákat 196.702 kreditért adják. Ja nem, ekkora igény van, és 11 kreditért árulják őket és ha mondjuk erre én így rászűrök, akkor meg 20 kreditet lehet eladni őket bizonyos űrállomásokon, és akkor kijelöli nekem, hogy hol. Na, de most nem menjünk ebbe bele, itt a szűrőbe egyébként, itt fönt a jobb felső be is rakja a rákattintok. Na, szóval, hogy itt minden űrállomás le van modellezve, akár teljesen 3D-ben, itt van egyébként az, amin én tartózkodom jelenleg, tehát így meg is tudjuk nézni kívülről, de akár ha űrhajóval megyünk, itt körbe is repülhetném ugyanígy. A piros rész az aszteroida mezőket jelöl, a lila részek helyenként pedig ilyen gázfelőket, amiket ugye bányászni tudunk és eladni, és itt nagyon sok űrállomás van, mindegyik űrállomás valami egyedi gyorgot raktároz, meg gyárt, ez például, ha jól Kajaldakokat gyárt, és akkor itt írja, hogy ez az ARG Food Ration Factory 1, ez gabonát, húst, energiacellát, meg fűszereket vásárolna, és feldolgozott kaját árul el nekünk. Ez azért fontos, mert ha például a kereskedő űrhajónkat szeretnénk megkélni arra, hogy bizonyos dolgokkal kezdjenek kereskedni, akkor ezeket a szűrőket felhasználva megtaláljuk, hogy hol árulnak cuccot, mennyiért árulnak cuccot, és hol tudjuk a legnagyobb profit reményében eladni, hogy ugyanazt a cuccot. Tehát most, ha én itt átmegyek, így erre a részre, ö, nem, 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 megyek át, itt, itt talán, igen, igen, igen. Itt például ez a három űrállomás, itt látjuk, hogy miket vásárolnak, okos csippeket, 205 kreditért, és miket adnak el nekünk, energiacellát, ugyancsak 11 kreditért, meg mindenféle egy, egyéb dolgokat. Na most ezek az adatok nem frissülnek automatikusan hanem, ha arra jár egy űrhajónk, vagy letelepítünk ott egy műholdat, például itt, azt szám... nem, nem itt, de, de ott, 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 pont, pont ott van egy űrhajóm is egyébként, tehát hogy ez itt egy műhold, egy szatelit, ami, hogyha ott kering, akkor az folyamatosan adja nekem az infókat ebben a sugarú körben az ott található űrállomásokról. Tehát akár arra is megkérhetjük az űrhajóinkat, hogy uram, bocsánat, telepítsenek műholdakat bizonyos helyeken, például itt ez a sok kérdőjel, az még fel nem fedezett űrállomásokat vagy egyéb érdekességeket jelöl, és ha oda telepítünk műholdat, akkor látjuk, hogy azoknak az űrállomásoknak a kereslet-kínálat táblázata az hogyan frissül. Na, szóval, hogy ez az űrtérkép, és akkor ezek között ilyen űrstrádák közlekednek, amik gyakorlatilag ilyen hiperugró kapukat jelentenek, illetve féregjáratokon keresztül tudunk közlekedni, amik pedig ilyen random szektorokat kötnek össze. Így jutottunk el például ebbe a középsőbe, ami semmivel nincs jelenleg összeköttetésben. Ezt nem is tudom, hogy hogy, hogy fedeztük föl egyébként. Na mindegy, tehát így látjuk, látható az összeköttetés, és akkor így a szektorokon belül is találhatóak ilyen al szektorok, és ezeket a kisebb hexagonok jelölik a nagyobb hexagonokon belül, és ezek között is a közlekedés ilyen hiperugró kapukon keresztül lehetséges. Na, itt baloldalt található egy fontosabb menü, ez pedig a nálunk lévő űrhajóknak a listája, amiket már mi birtokolunk, és akkor itt ezeket az űrhajókat, vagy erre a kis információs gombra megyünk, akkor itt látjuk a, hm, ja, a szatellit van kijelölve. de mindegy, én most kijelölöm ezt a zöldet, itt ez az aranyásó hármas, itt látjuk az infókat róla, itt bizonyos dolgokat át is tudunk nevezni. Tehát itt ezt akár átnevezhetném mondjuk mit tudom én, vakond egynek, mondom egynek, és akkor onnantól közben az a vakond egyes, ö, szerintem igen, ez egy bányászhajó, és akkor itt megkapjuk az információkat róla, jelenleg egyébként tele van a raktere, 4900 köbméter, szerintem szilikonnal, igen, szilikonnal, ezt én, mondtam neki, hogy ez bányász, és itt megtanulunk róla még minden infót, illetve hát, itt fölül még van egy ilyen viselkedés panel, itt tudjuk neki kiosztani, hogy mivel foglalatoskodjon, és itt most nagyon sok mindent láttok, a lényeg az, hogy az alap viselkedése az az automata bányászat, de itt még ki tudunk választani még nagyon-nagyon sok dolgot, megmondhatjuk, hogy hova repüljön, automatikusan kereskedjen, kevessen űrhajókat, védjen űrhajókat, tehát itt tudunk mondjuk a bányászoknak, kereskedőhajóknak védő kísérletet biztosítani, felfedezzen dolgokat, tehát így, így, így tényleg mindent megcsinálhatunk az űrhajóval, amit mi is meg tudunk vele csinálni manuálisan, tehát ezt így be tudjuk programozni. És itt látjuk, hogy milyen dolgokat fog csinálni, de ezt ugye most automatizáltan csinálja. Jó, itt, itt vannak a küldetések, amiket felvehetünk. És egyébként, ha ide zoomolunk a térképre, hát jelenleg itt most nincs küldetés, ahol én vagyok. De azokat ilyen kis narancssárka buborékokként jelöl, és elég csak rákattintani, és akkor felvehetjük a küldetéseket. Most meg, meg is nézem, nem találunk sehol se ilyen manuálisan felvehető küldetést a galaxisban, ahogy nézem. De ezek így random jönnek, tehát hogy nem kell izgulni, és általában az elején azokat érdemesebb csinálni, így az egyszerűbbeket, és akkor abból lesz kezdő tönkék űrhajót készíteni. Na, űrhajó készítés, meg úgyis el akarunk innen menni, hogy így mutassak dolgokat, hogy hogyan is lehet így irányítani a játékot. Ó, és közben dől a pénz, ahogy nézem befele. Van most nekem, jobb felső sarok, 1.529.118 kreditem. Na ebből fogok én most itt építeni. Építeni űrhajókat ezeken a varfokon, illetve az egyen nagyobb ilyen uh, lehetséges. Na most itt rámegyek a shipyardra, és akkor azt mondom, hogy buy ships. A shipyardokon ilyen XL-es, meg L-es méretű űrhajókat építhetünk meg, és akkor itt uh, csata űrhajók, bányász űrhajók, meg... Uh, kereskedő űrhajók állnak rendelkezésünkre, így mindenféle kivitelben. Igen, egy csúnyácsként csúnyácskán tölt be most a játék, de ez annak betudható, hogy most a rögzítés miatt így lassabb, mint általában, de egyébként nem ennyire vészes nálam a helyzet. Na és akkor itt láthatjuk, hogy miket szereltethetünk rá, tényleg nagyon-nagyon sok modul van, és ezekből is többfajta kivitel, van lehetőségünk majd újabb modulokat kikutatni, felfedezni, stb. 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 alul az űrhajó statjai, hogy hogyan változnak így a felszerelésnek köszönhetően itt van egy ilyen csatahajó, vagy nézzünk meg egy ilyen XL-es méretet. Hát ez egy ilyen csapatszállító. Igen, ez ugyanolyan, de, de, de ez valami ormótlan nagy. Tehát, hogy. Tényleg a méretek is nagyon reálisan vannak kezelve. Ez meg szerintem már egy ilyen űrbázis építő űrhajó. Hát potom 10 milliárdért, így alaphangon, de e, hogyha a minimum felszerelést vesszük, akkor hát egy olyan 12,5 millió kreditünkbe kerülne egy ilyennek a kiállítása. Tehát hogy így értitek, hogy most már miért van szükség arra, hogy a sok feladatot azt így automatizáljuk és kiosszuk így az alkalmazottainknak, hogy ebből utána kiépítessük a saját űrbirodalmunkat. Na jó, akkor én most visszamegyek a saját kis űrbázisomra. Igen, itt vagyok, és azt mondom, hogy itt szeretnék építeni űrhajókat. pedig bányász űrhajókat szeretnék. Itt, itt kicsi és közepes méretű űrhajókat választhatunk. Na, itt van, ez a Drill Vanguard, ez tökéletes lesz nekünk, így bányász űrhajónak. Na, akkor. Itt oldalt kiválaszthatjuk, hogy mi, a, a pirosakkal jelzi a játék az, hogy melyik azok a részek, amiket kötelező megvenni rá. Tehát kell egy hajtómű. Á, hát szerintem a kicsi az elegendő lesz. Itt többfajta minőségben vannak hajtóművek, meg többfajta kiszerelésben. Tehát van ilyen harci hajtómű, utazó hajtómű, amik mondjuk így sokkal gyorsabb ilyen csillagközi sebességet biztosítanak. De, vagy pedig ez a, ez, a, ez a mindenes. Jó, szerintem ez az utazó sebesség, ez jó lesz, hogyha ez nagyobb lesz. Úgyhogy ezt, ezt választjuk. Legalább gyorsabban odaérnek. Ezek itt a meghajtók. Igen. Hát jó lesz a minimál kiszerelés. Pajzsok. Pajzs, pa, a pajzsokkal nem szórakozok, tehát oda mindenképp egy nagyot vásárolok rá fegyverek. Na most, ha bányászhajót szeretnénk, akkor arra nem árt, ha mondjuk így bányász lézert veszünk. 80, rup 80, rupóért vegyek bányász lézert, hogy hatékonyabban bányászon. Veszek 80 rupóért bányász lézert. Illetve ágyuk. Hát ide is szerintem egy ilyen bányász ágyút veszek oda oldalra, és ebből kettő oldal van a két szélén, és akkor ezekkel is tudja hántani a sziklákat. Akkor szoftverek. Na most dokkoló kompjúter, automatikus dokkolásért, azt majd mindjárt megmutatom, nem egy ördöngőség. Tehát, hogyha valaki az elitben tud dokkolni, akkor itt kb. csukott szemmel. Jó, alapszkenner, Célzó, komputer és kereskedő szoftver, jó, már 400 ezernél járunk, akkor kell egy kapitány, ez kötelező, és a legénység is, hát mondjuk egy ilyen 5-6 főből álló legénység, vagy akár még tengerés gyalogosokat is kérhetnénk a hajóra, hogy akkor ját tudjunk szállni. Na, és hogyha ez így megvan, így látjuk a tételt itt oldalt, hogy miből mennyi, 468.526 kredit az annyi, két perc alatt megépítik shopping listre rakjuk, és akkor azt mondom, hogy nekem most van 1 millió 500 ezer kreditem, tehát akkor rögtön kettő bányász hajót kérnék. Köszönöm szépen. És akkor ezeket itt elkezdik ott összerakni. Á, itt előttünk, nagyszerű. Akkor itt, amíg körvonalazódnak a bányászhajók, én azért még kérek ide magamnak egy Egyébként ezeket a menüket úgy is elérhetnénk a bázison, ha adott helyre egy NPC-hez oda sétálnánk. Tehát, hogyha valaki így szerepjátszani akar, akkor arra is van lehetőség. Tehát szeretnék még kér kérni magamnak egy... ...transport űrhajót. Ebbe van 7400 köbméter hely. Van ennél jobb? 8200! Ó, rólad beszélünk, kis barátom. Jó, akkor neked is egy ilyen utazóhajtómű. Jó lesz ez. Bajzsok. Hát fegyverezen nincs, viszont ágyukból rakok rád. Bőségesen. Hát mondjuk a legdrágábbból. Az szerintem az csak jó lesz. És mind a két oldaladra nagyon jó. Szoftver. Ja, és itt alapból itt tudnánk ilyen loadoutokat készíteni, hogyha szeretnénk. Vagy pedig ugye ilyen alap kiszereléseket egyből választani, tehát hogy ne kelljen ezt minden egyes alkalommal így manuálisan végig kattingatni, és akkor nem lesz gond. Jó, ez is készen van a szoftver is. Tudunk rá telepíteni dolgokat, hogy szateliteket, meg egyéb dolgokat így ki tudjunk vele helyezni. Hát én általában szoktam egy pár szatelitet így rakni rájuk, hogyha esetleg úgy gondolom, hogy valahol ott jár a hajó, akkor ott azt rakja ki, és akkor tök jó lesz nekünk. Vagy navigáció, jó, szerintem nem lennie jobb. Jó, kapitány, legénység, Tök jó! Szerintem ez 400 ezerért még pont belefér a keretbe, vagy legyen, legyen, legyen nagyobb a legénység létszáma, azaz akkor kicsit hatékonyabb lesz az űrhajó, meg több legénységi tag közül választatja ki a legügyesebb kapitányt, jó, ez is készüljön el. Nagyon jó. És akkor most maradt 98 ezer kreditünk, hát ebből már nem sok mindent vásárolunk. Ó, de készen van a két űrhajónk. Nagyon-nagyon jó. Akkor én szerintem le is megyek az egyikhez. Szépen lifttel. Csak jöjjön föl a lift. Na, és amíg elkészül a kereskedő űrhajónk, akkor addig. Adjunk, adjunk feladatot az egyik bányászunknak Aki itt található Drill vanguard, nagyon jó Akkor őt első körben szeretném átnevezni Nem drill vanguard lesz, hanem mondjuk Legyen ő a kisvakond vakond 1 Nagyon jó, kis vakond 1 Ja, nem kis vakong Kis vakond 1, na már is jó. Akkor feladat. Tudunk automatikusan bányászni vele? D -d 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 -d. Igen, tudunk. Ja, és egyébként fejlődnek a skillek, tehát egyre ügyesebbek lesznek a kapitányok. Mm. Nividum. Nézzük meg, hogy a Nividumot mennyiért bányásszák ki nekünk. Itt egyébként több dolgot is hozzáadtunk, hogy mit bányásszanak automatikusan, és hogy hány egységet ugráljanak ennek eladása érdekében. Hát mondjuk, ha kevés, kevés, szektorugrást engedélyezünk nekik, akkor viszonylag gyorsabban fogják lejárni a köreiket, de nem feltétlenül találják meg a legjobb árérték arányban eladható cuccokat. De ha többet, akkor természetesen hosszabb ideig tart, de nagyobb lehet a profit. Jó, mondjuk egy 8, 8 szektornyi ugrást azt megadok neki, és akkor... Pillanatokon belül fel fog szállni az űrhajónk, amit így kívülről meg is nézhetünk, és akkor onnan el is mennek. Gondolom. Gondolom. Na jó, mindegy, ezt megnézhetjük a liftből is, ha már megyünk így lefele. Lehet, hogy van egy kis ráhagyás, hogy így megvárja, hogy felszálljon. De mindegy, hát euh, tudok én így még noszogatni. Na még egyszer. Mit is csinálsz te itt most? Andok executing. Akkor már csinálja. Csinálja aztat. Pillanatokon belül. Remélem. Hát előbb-utóbb el fognak menni. És nem tudom, miért várnak ennyit. Tell me to take off. Hmm. Hogy, is tőle, hogy is lehetett ezt noszogatni így direkt be? Ja igen, azt hiszem így, és azt mondjuk neki, hogy proceed with current orders. Á, ah, és akkor már el is indul, jó. Elnézést is a kis közjátékért, az alkalmazottakat kellett kicsit is tápolni, de hogy felszáll az űrhajó, és akkor így megy, és így wow. Na jó, ott kész a kereskedő űrhajó. Azt is akkor már útjára bocsáltam így innen. Azt mondom neki. Őt is átnevezhetném, de most nem fogok ezzel tökölődni, hanem automatikusan kereskedjen, és mondjuk mivel kereskedjen? Mondjuk kereskedjen oh gabonával, graf... itt most megnézhetném, hogy melyik a leg, legjobb profitot adó cucc, de hát mivel, mivel, mivel burkolat részecskékkel. Azt érdemes megnézni ilyenkor így a nagy táblázatok tömkelegében, hogy miből árulnak a legjobbat, mármint, hogy minek van így a legjobb profit rátája, de mondjuk ez az Advanced Electronic, ez nekem olyan szimpatikus, és akkor max Hát itt szerintem adhatunk bőven neki, és akkor talán egy jó, jó hozammal fog így kereskedni nekünk. Jó, és akkor most így ráparancsolok még, hogy... Indulj! Na jól van! Ez pedig a mi kis bányász űrhajónk. Itt van már az emberünk Leanne Parey. Kis rasta. Jó, akkor most az egyszerűség kedvéért én fogom vezetni az űrhajót, aztán utána majd elküldöm őt, hogy menjen ő is valahova. Na itt van ez az űrhajó menüpont, itt is elérjük a csillagtérképet, személyes adatokat, fönt meg minden egyebet. És itt tudunk az űrállomással csinálni dolgot, tehát itt vehetnénk hajókat is, ha szeretnénk, itt tudunk kereskedni, itt felszállhatunk a székünkből, megnézhetjük az űrhajó információkat, vagy fejleszthetjük is, de csak ezeken az űrállomásokon, ahol ugye űrhajókat készítenek, vagy pedig felszállhatunk. Jól van. Ó, és pont most döntött úgy a játék, hogy el is menti magát. De még nem is baj, mert most csináltam egy-két dolgot, amit nem szeretnék újra csinálni. Apropó, mentés. Tehát érdemes gyakran menteni, mert ezek az autó mentések viszonylag ritkán vannak. Aha, már itt vagyunk. Tehát, hogy így... Itt így lehetne dokkolni, hogy így oda megyünk a kijelölt dok fölé, és akkor így egyrészt belőjük, hogy jó helyre nézzen az orra, másrészt, hogy jó helyen legyen az űrhajó, amit ez a kis piros háromszög jelöl, hogy gyakorlatilag ezen a zöld csíkon helyezkedjen el, így középen. Ú, de far nehéz. Jó, akkor adok egy kis gyújtást, és akkor már megyünk is ki az űrbázisból. Na, így 25 perc után már az űrben is vagyunk egy űrhajós játékban. De mondom, tehát, hogy ez egy sandbox szimulát, szerintem ez egy management sandbox elsősorban, ami véletlenül még űrhajós játék is. Bolygókra leszállni sajnos nem lehet. Ezt így most halkan jelezném. Na, itt látjuk a fegyvereket. Egy oldal tudunk az 1-es, 2-es X gombokkal váltani köztük. Na, űrhajó irányítás szempontjából, ami fontos, a Shift plusz egyes gombbal váltunk utazó sebességre, és akkor itt középen írja nekünk, hogy hány méter per szekundummal haladunk, na ez mindjárt be fog gyorsulni, ilyen 2000 fölé, és így lehet mondjuk így csillagközi közlekedést eszközölni, így, tehát a nagyobb távolságok megtételére emberi időn belül, és így akkor oda fogunk érni a helyekre, még mielőtt mondjuk lemenne a nap. Mert egyébként így elkaristolhatnánk így a 30-50 méter per szekundummal is, de hát hogy az életben nem érünk oda, na akkor oda megyek ez az aszteroid a mezőhöz. Itt mondjuk nincsen semmi. Jó, egyes ki, és miért neki mennénk, befékezzük az űrhajót. Hála Istennek elég jók a fékek. Hála Istennek. Tehát, hogy ezzel nem lesz gond. Jó, mondjuk egy ilyen nagy ormútlan hajónál ez egy kicsit lassabb folyamat, de a kis hajók tényleg nagyon gyorsan befékeznek. Na most itt mindent ki tudunk jelölni az egérrel, ahogy így haladunk, és tényleg tök jól néz ki amúgy a játék. Tehát, hogy jó, helyenként néha így van az az érzésem, hogy baltával falagott a grafika, de maga ez az űrhajós, űrös része szerintem hibátlan. Jó, az elit talán egy picit szebben néz ki, de szerintem ez se csúnyácska amúgy. Mondom, annyi csak a hiba, hogy az optimalizálása nem tökéletes a játéknak, és akkor emiatt hát kicsit akad, plusz még nekem így a felvételkészítés miatt is lehetnek gondok. Na, szóval Shift 1, ez volt a csillagközi közlekedés. Shift 2, van nekünk egy ilyen szkennerünk, és akkor ott lilára váltott a kijelző. Na most ezzel tudjuk nézni, hogy hol van valami érdekes dolog, és szkennelni tudjuk az űrbázisoknak a részeit, meg még minden más egyebet. Na most itt van ez, ez így lilám virágít, és akkor ez jelzi nekünk, hogy ebbe van szilikon. Nagyon jó, hát akkor én itt elkezdem ezt heggeszteni. Jó, ez itt most szétesett, és akkor megpróbálom itt beszippantyúzni a dolgokat. Ez az az ógomb lenyomásával, hogy a körülöttünk sodródó cuccokat így be tudom szivattyúzni, és akkor ez az egyszerűbb metódus arra, hogy hogyan tudunk farmolni dolgokat. Remélem. Ö, ezek itt ö, micsodák, 4 kilométerre aszteroida. Na, de hogy a Shift 2-vel tudunk akkor így szkennelni, és akkor itt tudjuk megtalálni azokat az aszteroidákat, meg ilyen érdekesebb pontokat, amikkel interaktálni tudunk. Egyébként az űrbázisok körül, ha így ugyanígy megyünk ilyen szkenner módba, akkor találni ilyen érdekes kis dolgokat, amik ilyen, hát ilyen rádiójeleknek mondanám őket. A lényeg az, hogyha ha így szkenneljük az űrbázisokat, akkor így, ha megtaláljuk ezeket a rádiójeleket, akkor azokat is így felvehetjük, és azok általában küldetést adnak, és az ilyen idézőjeles story küldetés, tehát a játékban van egy ilyen küldetés lánc, amit egyébként érdemes megcsinálni, mert jó dolgokat adnak többek közt pénzt, meg még ilyen kezdő, ilyen fejlesztéseket, meg olyan dolgokat, amiket más egyébként nem tudnánk megszerezni, vagy nem tudom, hogyan lehetne megszerezni, de mindegy, de ez is egyfajta ilyen kis sorvezetőnek van számba a játékban, az ott mi? Ja, semmi, üres aszteroid a mező. Az az érzésem, hogy erre én már itt a bányászaimmal mindent kihántottam, úgyhogy azért van itt ennyire ilyen üresség, de majd mindjárt ott, ott még van valami. Ebbe csak szimpla nyersanyag van. Jó, a rakterünk az mennyire van tele? Ezt meg is nézzük. Ship information. Azt mondja, hogy igen, mutatja, hogy hol vagyunk. Ó, majdnem tele van a rakterünk! Azt nézem. Ó, hát akkor itt már nem is kell sok mindent csinálnom. Oké. Okay akkor azt mondom neki, hogy... Várjunk csak. Jó, oda még, oda megyünk és akkor megtömjük ezzel a rakterünket. És... Hát nem én fogok menni, hanem így elkormányoztatom akkor az űrhajót a legközelebbi űrbázishoz. Hogy eladjuk ezeket a cuccokat busás profitért. Amit még meg akarok mutatni egyébként, az a közlekedés. Ja, és van itt még egy ilyen szkennerünk, ezt majd elfelejtettem. Ez a Shift 3-as kombóval hozható be az űrhajóba. És ez gyakorlatilag a nagy hatótávolságú szkennerünk. Ez arra jó, hogyha lenyomom mint az R gombot, és elengedem, akkor ez egy ilyen szonár impulzust küld ki, elég messzire, és hogyha behozom most itt a térképet, akkor ez az impulzus itt nekem most kielezni, hogyha lenne itt még valahol valami érdekes dolog így a messzeség. Igen, és itt ki is jelzi, azt hiszem, hogy itt még van egy ilyen fel nem fedezett űrbázis, és akkor oda mehetnénk, most ott a tével kijelölöm, és akkor ha arra fordulok, akkor ott írja, hogy 122 kilométernyire van ott egy űrbázis. Akkor menjünk is oda, jó, fedezzük fel azt az űrbázist, Na, ez itt egyébként az űrstráda, ez a csík, és nekünk elég ennyit csinálnunk, hogy így ebbe a kék csíkra így belemegyünk, és akkor az automatikusan így pályára állít minket, és ilyen térugró kapuról térugró kapura visz minket keresztül a galaxison. Hát igen, ez egy, ez egy autósztráda, vagy űrhajósztráda, ha úgy tetszik, és ebből elegendő bárhol így kiszállunk, tehát így kikormányozzuk az űrhajót, és akkor már kim vagyunk. Hát ez a gyors utazás lehetősége, és szerintem tök jó. A korábbi részben, ha jól tudom, ez egyfajta ilyen kerülgetős mini játék volt, amitől epét hánytak a játékosok, és ezt a mini játékot egyébként így kivették belőle, tehát tényleg csak elég annyi, hogy így belemegyünk, és akkor kiszállunk, amikor így úgy tetszik. Na, hát akkor megpróbálkozom az űrállomáson majd dokkolni, és akkor remélhetőleg eladni a nálam lévő szilikont. Feti, hogy vesznek szilikont, azért arra érdemes így tájékozódni. Mindenesetre, hogyha elég közel kerülünk az űrállomáshoz, akkor látjuk, hogy ez egy ö, ö, naperőmű telep, úgyhogy mindjárt, ha odaérünk, akkor le is állítom a motorokat. Jó, miért még becsapódunk. Fék! Ú! Ez nem tudom mi volt. Mindegy. Hát ez a fék ez nem jött össze. Igen, kicsit lassabban lassít ez az űrhajó, mint a kisebbek. Igen, én a kisebbekhez vagyok szokva. De mindegy, ezt még gyakorolni kell. Most meg is nézem egyébként, hogy miket árulna ez a szerencsétlen űrbázis. Azt mondja, hogy energiacellát árul és kaját vesz. És akkor szilikon, Szilikont hol vennének? 122ért, itt már venne 120ért. Hol uh, vennének kicsit többért? Szilikon 150ért. Ó, Istenem, oda megyünk, oda megyünk. Rendben, akkor az lesz ott a célpont. Legalábbis az, az, a, az a cél. Mhm. Uh -huh. Hol is vagyok? Hogy is vagyok? Én most itt vagyok, ebben, remélem. Na jó, akkor viszont nem én fogok oda repülni. Hanem én szépen fölállok. Ide jön szépen a kapitány. És azt mondom, hogy ez a Drill Vanguard menjen el szépen a Grand Exchange-re ide. Dock at. És akkor már is megindul az emberünk, mi pedig elindulunk az űrállomás irányába, és én itt konkrétan most elengedtem az egeret és a billentyűzetet, és hát szerintem egy-két perc, és ott leszünk már is a célnál. Most egyébként így megpróbálok külső nézetre váltani. Tehát, hogy azért ilyenre is van lehetőség, hogy így kívülről is nézzük az űrhajót, ami meg így megy szépen. JXH 912-es. És akkor elindultunk a célunk felé. Tehát egyfajta ilyen zenjáték is lehet belőle, hogy úgy szeretnénk, és az a poén az egészben, igen, ott, 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 ott a parancsnoki fülke, az a poén az egészben, hogy tényleg így ott vagyunk, és csináljuk, és ez az, ami, tehát hogy ez a játék az, aminek az Elite dangerous -nek lennie kéne majd, tehát, vagy már. Tehát konkrétan ez az űrhajózás, kereskedés, bányászat, felfedezés, harc, ez így mind megvan az Elite dangerous -ben. csak ugye egy dolog hiányzik belőle, hogy így járkálhassunk, és hogy így ki tudjuk osztani a feladatokat. Na és ebben a játékban ez gyönyörűen megvan, és ezért mondom azt, hogy bár csiszolatlan a hibák miatt, de egyszerűen ez egy gyémánt. Tehát ez egy csiszolatlan gyémánt ez a játék, és én nagyon-nagyon drukkolok neki, hogy a következő hónapokban ez a játék így fejlődjön, és javítsák a hibákat, és hát terveznek hozzá újabb fajokat, újabb zónákat, űrhajó típusokat. Na most felmentek a strádára így gyorsan ott leszünk. Ja, és mindeközben csak úgy mondanám, tehát emlékeztek, 98 ezer kreditről indultunk el az űrbázisra, amikor megépítettem azt a három közepes űrhajót. Na, most állunk jelenleg 773 ezer kreditnél. Igen, kicsit csúnyácskán töltenek be a szektorok, amikor így teret váltunk, de alapvetően azért nem annyira vészes a dolog. Igen, így száguldunk az űrstrádán és remélhetőleg hamarosan odaérünk a célhoz, de ezt mindjárt megnézzük, hogy igen, ott keresztül megyünk, és valószínűleg tartom, hogy igen, ott most el fogunk majd kanyarodni. Igen, mindjárt keresztül megyünk a térugró kapunk keresztül, és akkor ott leszünk, jól van. Szóval, hogy tényleg ez a játék nekem nagyon adja ezt a lehetőséget. Tehát, hogy itt ténylegesen, ami az elitből hiányzik, hogy nem manuálisan kelljen kifarmolni mindent, hogyha már vettünk tök sok pénzért tök jó űrhajókat, hanem arra legénységet toborozunk és az űrhajókon is járkálhatunk. Jó, azért nem vitték túlzásba, tehát az, a, az űrhajók 89%-a az kb. ebből áll, hogy egy ilyen kis mögöttes szoba, meg a parancsnoki híd, ami hát kár, de hát azért tényleg ne várjunk mindent a játéktól, de itt van, működik, megy, Viszonylag hibamentesen és garantáltan több tíz, ha nem száz órányi játékot kínál, hogyha valaki így rá, rá csavarodik, úgy mint én, úgyhogy én így nagy erőkkel tudom ajánlani azoknak, akik így képesek szemet hunni ezek felett a hibák felett, de azért ezt hangsúlyozom, hogy tehát a hibák miatt azért ennyi benye. Tehát az Egosoft, ha valamit, akkor azt megtanulhatott volna, hogy az elmúlt évek, vagy akár már lehet évtizedek munkássága alapján, hogy tényleg hibák nélkül kéne kiadni ezeket a nyomorult játékaikat, és akkor egy rossz szava sem lenne így a játékos tábornak, de így azért nem tudom úgy ajánlani hogy így tényleg bárki nyugodtan vegye meg, mert tényleg vannak benne olyan hibák, amik lehet, hogy ha engem nem is, de másokat nagyon zavarhatnak. Úgyhogy egy pár hónap múlva, hogyha valaki így a hibákkal nincsen napirenden, akkor nézzen vissza rá, és akkor gondolkozzon el rajta így a beszámolók alapján, hogy ezeket mennyire sikerült javítani, ok, mennyire tudták optimalizálni a játékot, mert egyébként mondom, tehát fantasztikus. Én most ezzel a játékkal játszom szabadidőmben, és imádom. Tehát, hogy ez, hogy így kezelem az űrhajókat, és így delegálom a feladatokat, és közben én csak így hátradülök, és csillezek, miközben így mennek a céljuk felé. Nagyon király nagyon király, és én még abban bízom, hogy esetleg majd az Elite Dangerous is elindul egyszer egy ilyen hasonló nyomvonalon, tehát hogy egyrészt ugye Space Legs, tehát hogy így járkálhatunk az űrhajónkon, ha már csak a parancsnoki hídon tudnánk így járkálni bizonyos űrhajókon, az már nagyon király lenne, nemhogy az űrállomásokon, és hát ugye a feladatok delegálása, hölgyek urak, tehát hogy így még egyszer mondom, ez a játék az X4 egy csiszolatlan gyémánt, köszönhetően a sajnálatos hibáknak, de a játék maga fantasztikus, és ott tart, ahol az Elite Dangerousnek lennie kéne. Úgyhogy szerintem ez nekem személyesen most így helyet foglalt a top űrhajó szimulátorok között, nem mint hogy olyan sok lenne egyébként, tehát így No Man's Sky, Elite Dangerous, most már az X4-es, a, a, a soha meg nem jelenő Star Citizen, meg még ö, nem is tudom, hogy mi van még így, ö, de hogy, ja meg az EVE Online, igen, tehát egy az EVE Online van még így a képbe, de hogy ez, ez így most így a No Man's Sky mellé így besorakozott nálam, meg az, az Elite Dangerous-t is szeretjük most így az új update-nek köszönhetően, de most nem az Elite Dangerous-ről szeretnék beszélni. Ha jól nézem, akkor ez az az ugró kapu lesz, ami már... majdnem odavisz minket a célunkhoz. Igen, 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 ott valahogy majd. Valószínűleg, hogy ebben a szektorba lesz egy másik ugrókapu, de nem baj, mert akkor legalább azt a szektort is egy kicsit megnézzük magunknak. Na, de akkor X4 Foundation hölgyek urak, a hibák miatt egy óvatos ajánlás jelenleg, de egyébként meg masszívan tudom mindenkinek ajánlani, aki így szereti az ilyen típusú játékokat, mert iszonyatosan király, és a maga nevében egyedülálló és komplex, és ezt nagyon szeretjük. Miért változnak folyamatosan az emberek a szektort lépünk? Jó, ezt engedjük el. Köszönöm szépen a figyelmet! X4 Foundation. Remélem, hogy ez csak tényleg szó szerint az alapja lesz egy nagyon jó új űr stratégia szimulátor szériának. Sziasztok! Ha eljutottál ideig és tetszett, amit láttál, valamint módodban áll, akkor vedd fontolóra, hogy támogasd a csatornát Patreonon keresztül, vagy pedig a YouTube vagy Twitch platformok valamelyikén. Köszönöm szépen, ha így döntesz, és ahogy a figyelmet is, én Csonti voltam. Sziasztok!